Hello! Szia! Szervusztok kedves nézők! Újra még mindig itt vagyunk a Kármán Laboratóriumban, a Fizika Intézetben, az ELTE-n. Miklós, mondj még valami jó dolgot erről a helyszínről, mit lehet itt csinálni? Ez egy olyan hely, ahol hát lehet forgó, meg kevésbé forgó, meg rétegzett áramlásokat vizsgálni. Abban különböznek a nagy léptékű áramlások, amik a Föld légkörében vannak, a hétköznapi áramlásoktól. Például az egy fontos különbség, hogy egy a Föld forog. Kettő, van olyan, hogyha minél magasabbra megyünk, annál inkább ritkul a levegő. És az óceánban is az, hogy minél lejjebb mész, annál sűrű. Ez a rétegzettség. A hétköznapi áramlástan, mondjuk egy autó körüli áramlásokat ez nem érinti, de mi itt ezzel is foglalkozunk. És a nagyon brutális légköri jelenségekkel is, mint például a tornádók. És most pont egy ilyen kísérlettel készültünk neked, gyere, nem is kell messzire menni. Nézzük meg! Nézzük meg ezt a tornádót. Miklós, itt van ez a furcsa szerkezet, mágneses kavaró, amivel előállítjuk a jelenséget, hogyan működik, mit látunk. Ez egy olyan szerkezet, amiről a vegyészek azt hiszik, hogy jól kever. Ezért hívják mágneses keverőnek, ahogy mondtad is. Ez azt jelenti, hogy itt ebben a dobozban forog egy állandó mágnes, és ebben a főző pohárban pedig van egy másik mágnes, egy mágneses bab, vagy baba. Hát tudod, itt van egy csomó. Léteznek például ekkorák is. Ez egy rúd mágnes, beledobod, és akkor ezt forgatja a dobozban levegőben. Ez azért jó, mert anélkül lehet keverni valamit, hogy át kéne fúrni egy kis propellerrel a főző pohár alját, vagy valami. De most minket egyébként nem, mi nem oldatokat akarunk elkeverni, most csak vizet keverünk itt össze-vissza. Ezt meg majd meglátjuk, hogy miért nincs igazuk a vegyészeknek, amikor azt hiszik, hogy ez jól kever. Először ilyen kis bogyókat, ezek műanyagból vannak, fogok beledobni. És ezek a műanyag bogyók úsznak a víz tetején, persze már könnyebbek, mint a víz, de figyelj csak, elkapta a golyókat az örvénytölcsér. Uh-huh. Amik egyébként úsznának a víz tetején, tehát a felhajtó erő fölfelé akarná őket nyomni, de a leáramlás az meg tuszkolja őket lefelé. Ennek következtében, hogy kb. Középen rezegnek. Sőt, meg egy kicsit lefelé is mennek, tehát a leáramlás győz. Most az az érdekes viszont, és beledobok egy csomót, hogy látjuk, hogy az egész összeáll olyan, mintha egy valamilyen nyaklánc lenne, vagy valami én nem tudom micsoda, tehát ilyen gyöngyfüzér. Tehát, hogy mintha egy láthatatlan csőben lennének középen. Látod, ott vagyok, tehát mindenki bemegy középre. Most ez nagyon érdekes. És aki véletlenül valami miatt nem középen van, mondjuk innen engedem el, az is egy idő után be fog vonzódni oda középre. És egyre lejjebb menni. Igen, igen. Na most az a furcsa az egészben, hogy miért vannak ezek középen? Képzeld el, hogy ez az, amit úgy hívunk, hogy anticentrifugális erő. Oh. Ez maga a centrifugális erő, csak fordítva. Ugye gondoljunk bele, hogy a centrifuga az mit csinál, az kipréseli ugye a ruhát a forgódók szélére, de ezt úgy is mondhatjuk, hogy a ruha hiánya, tehát a lyuk bemegy középre. Uh-huh. Vagy hogyha egy űrhajós egy nagy forgó centrifugában elengedne egy héliumos lufit, mi történne, bemenne középre a héliumos lufi, igaz? Tehát a nehéz dolgok kimennek a szélére, a könnyűek bejönnek középre, és mivel ezek könnyű dolgok, olyanok, mint a buborékok lennének, a víz kimegy, tehát a víz hiánya, tehát a buborék, vagy a műanyag golyó, bemegy középre. Na most, ez jó pofa. Ezt úgy kb. Értjük is. Most jön a döbbenet, amikor kék ételfestéket, ami egyébként nehezebb, mint a víz, tehát nem könnyebb, ezt teszünk bele. Van kedved belespröccselni? Mert te vagy a fehér pólóban. De a töltsét próbálnak megcélozni. Nagyon jó, nagyon jó. Most azt lehet? Látjuk, igen. De csak egy pillanat, oké, elég. Tehát azt látjuk, hogy amit kívülre fecskendeztél, az úgy szépen eloszlik, viszont van egy tartomány, amin belül megmarad a festék. Csapdáződik, mintha egy fekete lyuk lenne, ami egy adott tartományon belül megtartja az anyagot. Ez a tartomány az, ami a tornádóban kirajzolódik, ez az anyagtartó rész. Ez ugye maga az, amit a tornádóban a por, meg a felhőből leszívott felhőanyag rajzol ki. És az a helyzet, hogy itt ő együtt forog, tehát ez ott egy együtt forgó rész, és a külső részek pedig elnyíródnak, tehát ők lebomlanak, de ezért mondtam, hogy ez egy rossz keverő, mert látod a festéket, amit középre fecskendeztél, azt még mindig megtartja.
és ha még újabb festéket rakunk bele, akkor ezt még jobban, még élesebben ki tudjuk rajzolni. Főleg így fehér háttér előtt, hogyha innen nézett csak, akkor még jobban látszik, hogy, hogy az van, hogy ott marad csapdázódva az egész anyag. És ez az, ami az örvényeket tulajdonképpen jellemzi, minden örvény. Tehát legyen az a Jupiter nagy vörös foltja, az is miért vörös? Mert anyagot visz magával, ami más színű, mint a környezete. Itt is. Nézzétek, hogyha ezt eldöntöm, elkezd táncolni az egész, hullámzik, és még így sem rázza le magáról az anyagot, tehát még így is jól látszik az az örvénycső. Akkor én az elején rosszul mondtam, ez nem egy tornádó modell, hanem gyakorlatilag mindenfajta örvény itt megjeleníthető és modellezhető. Igen, de mi is tornádónak hívjuk, tehát nem mondtál rosszul semmit, mert a tornádó is ilyen, de valóban ez egy sokkal általánosabb jelenség, ami úgy tűnik, egyre inkább úgy tűnik, hogy mindenfajta örvényre jellemző. Ez az anyagtartó tulajdonság. Méréseket lehet-e itt végezni ebben a rendszerben? Igen. Általában azt lehet csinálni, hogy, hogy az ilyen, például pont így, ahogy most csináltuk, festéket veszünk bele, vagy golyókat, és akkor az ezekről készült videófelvételeket így lehet követni. Mindenféle számítógépes követő algoritmusok segítségével. Így lehet előállítani például ilyen képeket, ami egyetlen egy kis golyónak az életútját mutatja, hogy egy hosszú expozíciós idejű videón végig követve kirajzolódik, hogy milyen utat jár be. És ebből is látszik ez a gyönyörű csapdázottság, hogy mint hogyha egy láthatatlan hengerben mozogna, és abból sosem tudna kijutni. Tehát ez a keverésnek pont az ellentéte, ez a csapdázás. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes és aktív terület, és például ilyen videófelvételek feldolgozásával nagyon sok mindent lehet kezdeni ezekkel. A maga a tornádóknak kialakulása egy elég random jelenség, vannak olyan országok, ahol sűrűbben előfordulnak, itt Magyarországon is azért vannak rá példák. Ebből lehet-e valamilyen következtetést levonni arra vonatkozólag, hogy hogyan alakul ki, milyen sűrűn várhatók ilyen jelenségek? Hát ebből a kísérletből a kialakulását nem lehet modellezni, hiszen mi itt előírjuk, hogy legyen egy örvény ezzel a mágneses keverővel. Az igazi tornádókat ugye nem a mágneses keverőt kelti, hanem az van, hogy, hogy léteznek olyan helyek, ahol ugye van ez a konvekció, ami gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy ugye alul melegszik a légkör, és akkor így felemelkedik, de ott lehül visszamegy, tehát ebből egy ilyen irányú forgás alakul ki, tehát egy vízszintes tengelyű örvénycsövek vannak. És valahogy egyszer néhány helyen a domborzat, vagy valami feláramlás képes ezeket a vízszintes örvénycsöveket elfordítani, úgyhogy függőlegesek legyenek, és ezekből alakulnak ki a tornádók. Nem véletlen, hogy az ilyen meleg síkságok közelében, például az Egyesült Államok déli részén, Kansas meg ilyen helyeken, Dorothy, tudod, ott szoktak kialakulni az ilyesmik. És egyébként Magyarországon is, tehát érdekes, hogy a Kárpát-medence az a Földnek a második legfordulószeresebb területe. Ortobágy meg ilyen helyeken gyakran kialakulnak, a Toldival is szerepel, de az a helyzet, hogy itt általában ezek kisebb méretű forgótölcsérek, meg egy csomószor úgy van, hogy, hogy kialakulnak ilyen nagyobbak is, de nem érik el a Föld felszínt. Most persze azt mondják az okosak, hogy majd amikor a klímaváltozás hatására változnak ezek a környezeti feltételek, akkor lehet, hogy gyakrabban fogunk látni errefelé is tornádót. Hát erre még azért nincsen egyértelmű adat. Mi az ilyen örvény kutatásoknak a legnagyobb jelentőségeit? Szóba kerültek ugye fekete lyukak is, meg mindenféle egyéb kozmológiai jelenségek. Melyik az a terület, amire azt tudjátok mondani, hogy na most ezért érdemes bedurrantani a mágneses kavaró? Hát igazából mindegyik, az a vicc, mert te, ugye ahogy mondtad is nagyon jól, hogy az örvények mindenhol jelen vannak. Az asztrofizikai problémákban is, meg a természeti problémákban, tornádokban, stb. Rengeteg helyen. És ezért aztán arról van szó, hogy, hogy amiket itt megtanulunk, azok ilyen általános tulajdonságok, amik mindenhol alkalmazhatók. Tehát, hogyha megint csak a matematikai modellhez térünk vissza, validálhatók az itt kapott inputokkal vagy adatokkal, amik keletkeznek. Így igaz, sőt, hát a matematikai modellek megalkotásához is segítenek már eleve. Tehát itt még annyi nyitott kérdés, hogy itt az még, ez még kevésbé tisztázott terület, mint például a légköri fokon terjedni. Hát Miklós, köszönjük, ez is fantasztikus élmény volt.